Következő előadónk Barta Lajos lesz, aki kicsit, ennél kicsit könnyedebb, de nagyon szórakoztató témával fog majd jelentkezni nekünk. Téves megfigyelések, félreésztelések, meghamisítások. Az jó, azt szeretjük. Hát minden esetre először is van két jó hírem, ami egy kicsit ide tartozik. Az egyik az, hogy 2012. december 21-én nem lesz világ vége. Tudnélik, pár éve találtak egy még újabb maja kalendáriumot, egy most föltárt lakóháznak a falán, amelyik 7000 évet fog át, tehát körülbelül az most 4000-be fog végződni, úgyhogy 4000-ig van még időnk. Úgyhogy kérem az érdeklődőket, hogy ez egyébként komoly. A másik jó hírem, biztos nem mindenki látta, de azért sokan láthatták, az interneten megjelent a óriás filament képe, hogy micsoda hatásokat fog az a Földön kiváltani, ugye 8000 kilométer hosszú, és ez nyilatkozott, az nyilatkozott. Próbáltam a csillagvárosból lecsendesíteni egy kicsit a közvéleményt, hogy ilyen filamenteket, azokat nagyon sűrűn lehet látni. Na most ezt akartam elmondani, hogy aki megnézi, van itt most elég sok H-alfa távcső. Most is láthat egy olyan becslésem szerint jó 300.000 kilométer hosszú filamentet a napkorongon, úgyhogy ebben semmi, de semmi csoda nincsen, és hát itt a táborban lévén elég sok H-alfa szűrős távcső, tehát kigyönyörködhetjük magunkat, és becsületszavat adom, hogy nem lesz semmiféle hatása, nem omlik össze a világ. No, ne légy ilyen negatív hozzáállásom. No, tulajdonképpen a mostani előadásom az arról fog szólni, hogy a csillagászatban is vannak baklövések. Hát ez egy jó emberi tulajdonság, hogy csak a szépre emlékezem, és a félreészlelések, fantáziálások és hamisítások, azok valahogy úgy idővel elsüllyednek a tudatból. De hát persze azt nem lehet tagadni, hogy mint minden tudományban, a csillagászatban is van olyan, hogy valaki úgy akar hírnévre szert tenni, hogy csodás észleléseket végez. Van olyan, hogy jó hiszeműen félrelát valamit, és van olyan, hogy valami belső meggyőződése van, és azt a belső meggyőződéset kivetíti a látott jelenségre, és a saját elképzelése, fantáziája szerint módosítja. Hát ilyenekből szeretnék egy pár példát felhozni, meg abból is, hogy aztán vannak olyan megfigyelések, ahol kétségtelen maga a jelenség az igaz, csak éppen a pontos magyarázat ma már a ködbe vész. Az első ilyen érdekes példa a távcső csillagászati alkalmazására a korából származik. Christopher Scheiner Páter, aki egyébként Galileival volt heves és keserű vitába. Ez nagy kár, mert Galilei egy nagyon tehetséges ember volt, és Scheiner meg egy nagyon jó szemű észlelő. Talán a távcső kezdeti korszakának a legjobb szemű észlelője volt. Tehát két ember, aki együtt dolgozhatott volna, az egymás ellen harcolta. Nem is ez az érdekesség, hanem az, hogy Galilei korában a távcső csillagászati használata idején, első használata idején a legnagyobb szenzációt a Jupiter holdak felfedezése keltette, és Galilei nagy diplomáciai érzékkel az általa felfedezett négy fényes Jupiter holdat azt a Medici család tiszteletére, ugye a firenzei uralkodó család tiszteletére Medici csillagoknak nevezte el, abban reményben, hogy majd akkor kinevezik őt Medici. A Mediciek kinevezik udvari csillagász, ez meg is történt egyébként. Galilei példája ragadós volt, és a következő években különböző távcsöves csillagászok Jupiter holdaknak a tucatjait fedezték fel, és nevezgették el a saját pártfogójukról vagy uralkodójukról. A legnevezetesebb ebbe a felfedezés özönbe egyébként az egyik a prágai
Anton Schirleus de Reita volt, aki 1543-ban kiadott művében 9 új Jupiter hold felfedezéséről adott hírt, de őt is felülmúlta a nápolyi Francesco Fontana, aki viszont 18 év alatt 18 új Jupiter holdat fedezett föl. Hát ezekről aztán idővel kiderült, hogy ugye ez háttércsillagok, tehát olyan csillagok, amelyek távcső nélkül nem láthatók, halvány 6-7 magnitúdó alatti csillagok, de hát ezekről akkor, amikor a távcsőt kezdték használni, nem volt katalógus. Tehát mondjuk az első észlelés jóhiszemű volt, csak aztán az, hogy felfújták egy kicsit, éppen azért, hogy a maguk uralkodóinak kedveskedjenek. Úgy, ahogy aztán ezeket felfedezték, nagy hirtelen el is tűntek a köztudatból, és ma már inkább kuriózumként emlegetik, de egészen más a helyzet Scheiner Pater csillagával. Következő képet. Ja? Igen. Scheiner Pater csillagával, amelyet 1612-ben észlelt. Jó. 1612. március 30 és április 7 között megyünk vissza észre. Ő a Jupiter holdakat akarta észlelni, és látjuk, hogy ő látta is szépen a Galilei féle holdakat, de látott egy olyan csillagot, amit az előző napon még nem látott. Ez az első észlelés, ez az utolsó. Mind a ketten ott van a csillag, az elmozdulás, ugye a Jupiternek a vonulásától ered. Április 8-án látta utoljára, és utána már nem látta többé ezt a csillagot, eltűnt. A csillagászok azóta is töprengenek rajta, hogy vajon milyen objektum lehetett, mert Scheiner jó szemű észlelő volt, a rajzról látszik, hogy az nem csalás. Na, ez önmagától is ugrik. Igen. Nem csalás, viszont a háttércsillag a Jupiternél, akkor éppen az oroszlánban volt, háttércsillag azon a környéken nem volt. Itt most rekonstruáltam az március 28-ai rajzot. Itt látszik az, hogy mennyire jól egyezik a valódi helyzete a Jupiter holdaknak azzal, amit lerajzolt Scheiner. Itt látunk egy csillagot, csak hogy ezt a csillagot Scheiner nem láthatta, mert ez a csillag 8 magnitúdó alatt, és az ő 3-4 centis távcsövével akkor nem volt látható. Tehát ő valahol ezen a tájon egy olyan csillagot látott, ami feltűnt, aztán eltűnt. Hát ezt próbálták magyarázni azzal, hogy változó csillag volt, amelyiknek a maximuma volt, aztán a Joseph Azbrook az valami eruptív csillagnak, Nóvának vélte, de a baj az, hogy hiába fényképezték le nagy távcsövekkel, Nóva maradványt nem találtak azon a helyen. Tehát a Scheinernek a csillaga, ez kétségtelen, hogy ott volt, de ugye az 1960-70-es évekig semmiféle ismert égi objektummal, még az óriás távcsövekkel se tudták azonosítani. Hát én azt hiszem, hogy a Hubble-nak az űrfelvételei alapján, hogyha valaki nekiáll azt a környéket elemezni, talán találnának valami robbanó magú extra galaxis, vagy valami más extra objektumot, és megtalálnak a csillagot, minden esetre pillanatnyilag egy rejtély, hogy mit látott az itáliai csillagász. No, az ilyen váratlanul felbukkanó csillagoknak a látványa egyébként nem is ritka dolog, hogy időben egy kicsit előre ugorjunk, itt van az ausztráliai birkatenyésztő farmer John Tebbutt, akinek a nevét üstökös is megörökítette. Tebbutt nem volt tanult ember, ő maga szorgalomból tanulta meg a csillagászatot, egy olyan kézikönyvből egyébként nekem is a kezembe volt, ami a világ egyik legnehézkesebb csillagászati tankönyve. Szóval minden tiszteltünk Tebbutté, hogy ezt tudta használni. Aztán eleinte csinált magának fából szextánst, kvadránsokat, aztán szerzett egy 4 centis távcsövet, és később aztán már egy 17,5 centis távcsöve is lett. Most jöhet a következő kép, amivel ő elsősorban csillag és kisbolygó pozíciókat mért ki, és ezen a téren a pontos méréseivel és megbízhatóságával világhíre tett szert, olyannyira,
hogy a 1970-es években még forgalomban lévő ausztrál 100 dollárosan az arcképét is megörökítették, meg a háttérben látjuk a csillagvizsgálóját is. A következő képen pedig majd látni fogjuk őt magát lefényképezve a távcsöve mellett, hát szép távcsövet szerzett be, és mondom, hogy teljesen csak elemi iskolát végzett ember volt, aki minden ismeretét és a saját maga szerezte, és minden műszerét a birkáinak az árából vásárolta meg. Hát így néz ki egy ausztrál birka farmer. Nos, Tebbutt 1862-ben az akkori harmadik üstököst észlelte, annak a pozícióját mérte, két közeli halvány 4-5 magnitúdós csillaghoz mérte hozzá a pozíciót. Szépen ki is számolta a helyzetet, azután pár nappal később le akarta ellenőrizni ezeknek a csillagoknak, az összehasonlított csillagoknak a helyzetét, hogy pontos-e, és legnagyobb megdöbbenésére az egyik eltűnt, nem volt többé látható. Tehát ő is egy olyan csillagot észlelt, amely éppen az első megfigyelés időpontjában majdnem 4 magnitúdóig fölment fényességbe, és jó pár nappal később, egy héttel később eltűnt még a 17 centis távcsőnek a látómezőjéből is. Ennek a csillagnak a miben léte felől is elég sok vita folyt. Itt a legnagyobb valószínűséggel azt tartották, azt fogadták el, hogy ez egy nóva volt, amelyik éppen abban az időpontban, amikor az üstökös is ott tartózkodott, éppen az időpontban volt a maximumában, azért láthatta Tebbutt. Úgyhogy kapott egy V728 Scorpi előzetes nevet, de tulajdonképpen az 1970-es évekig nóva maradványt nem találtak azon a helyen. Tehát ennek az azonosítása sincsen biztosítva, úgyhogy itt is mondjuk a Hubble felvételek kielemzésével, de hát a Hubble felvételeken annyi minden van, hogy talán nem is gondoltak rá, hogy ezeket az elveszett csillagokat megkeressék rajta. Tehát itt olyan csillagok voltak, amelyek tényleg léteztek, csak éppen pontosan nem tudjuk, hogy mik voltak valójában. Voltak aztán egészen más jellegű csillagászati ábrándozások is. Hát a legismertebb ezek közül mondjuk az üstökös felfedezéseknek a sora. Az üstökös ugye az eredetben a felfedezőről kapja a nevét, tehát egészen az utóbbi évtizedekig azért elég sokszor előfordult, hogy valaki egy gömbhalmaszt üstökösnek nézett abban reményben, hogy majd őt őróla fogják elnevezni, vagy nem is létező üstökösről adott bejelentést. Hát ezek aztán szépen szintén kikoptak a csillagászatból. A legnevezetesebb egy franciaországi katonatisztből lett csillagásznak az esete. Ő volt a Jean-Auguste Dangeau Bucaire. A 18. század második felében ő valóban végzett üstökös pályaszámításokat, és ezen a téren olyan hírnevű névre tett szert, hogy a máltai lovagrend nagymestere meghívta az ő kis máltai csillagvizsgálónak a újjászervezésébe és tökéletesítésére, és hát ez oda csillagásztak. Hát Dangeau lovag el is ment szépen a... Dangeau lovag el is ment szépen Máltára, ahol észlelgetett és csinált nagyon szép meteorológiai megfigyeléseket, meg észlelt ködöket, halmazokat, és 1784-ben küldött egy levelet Párizsban, amely szerint ő felfedezett egy halvány, elmosódott objektumot, a kisróka csillagképben, amelyik azután néhány nap múlva a delfin csillagképbe vonult át. Több adatot nem küldött, csak egy előzetes számítást a általa felfedezni vélt üstökösnek a további mozgásáról. Mire azonban egy hónappal később az akkori postai viszonyok mellett a levél Párizsban megérkezett, az üstökösnek már nyoma sem volt, legalábbis ott, ahova Dangeau lovag csatolta vagy képzelte, ott nem volt semmi nyoma.
Hát megpróbáltak, hát üstökös pályát és hát a bolygó pályát két adatból nem lehet számolni, de megpróbáltak olyan pályákat illeszteni erre a két észlelésre, amelyik a legjobban megfelel ennek az állítólagos üstökös mozgásának, de a legnagyobb jó akarattal sem sikerült ilyen pályákat találni. És ha pedig a Dango által végzett számításokat a üstökösnek vélt égítés mozgásáról azt vették figyelembe, az meg nem stimmelt ezekkel a helyzetekkel. Tehát vagy a számítás volt rossz, vagy a helyzetek voltak rosszak. Vagy mind a kettő. No, erre írtak egy szép levelet a Párizsi Akadémia akkor elnökének Máltába, hogy Dango úrra ilyen szíves küldjön további pozíciókat, hogy pályát számítsunk, amire azonban kiábrándító válasz érkezett, tudnilag villámcsapás érte a csillagvizsgálót, és minden feljegyzés porrá égett. Észlelés tehát nincsen. Igen ám, de aztán egy év múlva, vagy két év múlva egy egészen eldugott kis német folyóiratba felbukkant mégis 14 további észlelés. Hát most vagy elégtek, vagy emléktek, ez minden esetre egy kicsit furcsán hatott, és erre az akkori időknek a három legkiválóbb matematikus csillagásza, többek között ugye Carl Friedrich Gauss, aztán Olbers, akinek a pályaszámítása szakterülete volt, és Encke, aki szintén üstökös pályaszámításairól vált híressé, nekiállt, hogy az állítólagos 14 további észlelést felhasználva kiszámítsa a Dango üstökös pályáját, de teljesen abszurd adatokat kaptak. Tehát egy olyan üstökös pályát, aminek például az egyik pályaszámítás szerint a nap nem a ellipszisnek a középpontjában, vagy a gyújtópontjában van, hanem az ellipszisen kívül van, tehát egy abszurd üstökös pályákat kaptak, amire azután egy kicsit fölkapták a vizet, és kijelentették, hogy Dango lovak pedig egy hazug ember, aki úgy akart hírnévre szertenni, hogy képzelt üstököst, fantáziát az égre, és azt annak a nem létező pálya, illetve pozíció adatait közölte. Hát így vált aztán szegény Dango, még a magyar csillagászati ismerete ezt a irodalomba is, a csillagászati hazudozásnak a mintaképévé. Ez így volt egészen 1970-es évekig, amikor a USA Tengerészeti Obszervatóriumának a programjába Brian Marsden, a nemrég elhúgy pályaszámoló csillagász, újból elővette a Dango-féle adatokat, és a következőket vette észre. Ha megpróbáljuk egy Apollo csoporthoz tartozó kisbolygó pályájára helyezni a Dango üstököst, akkor egészen jó pályaadatokat kapunk, és ezért Marsden arra gondolt, hogy egyszerűen egy földhöz igen közel elhaladó kis üstököst, vagy csóvát fejlesztő kisbolygót valóban észlelt a Dango. Ennek a észlelt égitesnek azonban a Föld olyan erősen megváltoztatta a pályáját, hogy egyszerűen az akkori klasszikus pályaszámítási módszerekkel a pályaváltozást nem tudták figyelembe venni, még Gauss sem. Tehát Dango nem egészen volt csaló, hanem ő valóban két alkalommal észlelte. De miután tudta, hogy három vagy több észlelés kell a pályaszámításhoz, ebből a kettőből ő klasszikus módszerrel próbált pályát számítani, ami persze nem vezetett eredményre, mert közben az üstökösnek vagy kisbolygónak a pályája olyan nagy mértékben megváltozott, hogy arra már a hagyományos pályaszámítási módszer nem felelt meg. Tehát Dango nem volt egészen hazudozó ember, csak egy kicsit manipulálta az észleléseket, szerette volna őket hitelesebbé tenni, és éppen az, hogy hitelesebbé akarta tenni, ezzel rontotta el a dolgát. A másik ilyen dolog, amit szintén Marsden tisztázott, az a nevezetes Reiszig objektum. A Reiszig objektumnak egy német amatőr,
bizonyos Karl Reiszig Hessen-Kasseli Ölgróf udvari órásának a fia észlelte. Maga is amatőr csillagász volt, és ő azt közölte, hogy 1803-ban több alkalommal látott egy nagyon gyorsan mozgó, nagy saját mozgású égitestet, amelynek a fényessége ugye 5-6 magnitúdó körül volt. Reiszignek az észleléseiből azután próbáltak számítani, például Johann Ellert Bode próbált pályát számítani, de megint úgy jártak, mint a Dangó üstökös esetében, hogy semmiféle értelmezhető parabola vagy ellipszis pályára nem tudta következtetni. És ezért a Reiszig objektumot azt, ha nem is törölték, de először csak ugye a kétes objektumok közé vették csak föl, és utána végleg megfeledkeztek róla. Aztán 1970-ben megint jött a USA programba Marsden, és elővette az eredeti Reiszig-féle észleléseket, és ennek az alapján arra az érdekes következtetésre jutott, hogy a Reiszig objektum valóban létezett, de éppen a megfelelő időszakán olyan között, hogy 1,1 km haladás mellett, ez a szívásom. Igen. Nem vagy őt. Ez 2 millió kilométerre, 31-szeres holttávolságra közelítette meg a Földet, és a Föld majdnem, hogy befogta. És olyan nagymértékű pályaváltozás állt be, hogy annak az alapján megint csak a hagyományos pályaszámítási módszerekkel nem tudták azonosítani. A Reiszig objektum tehát egy valóban létező objektum volt, amit azért nem tudtak tovább követni és azonosítani, mert az akkori csillagászati ismeretek és a pályaszámításnak a matematikája egyszerűen nem volt felkészülve ilyen nagyarányú és erős háborgásoknak a követésére, és ezért elveszítették és nem is találták meg többé. Tehát a Reiszig fiú nem volt hazudós ember, csak éppen pehje volt, hogy olyan objektumot fedezett föl, amiről akkor nem is álmodtak a csillagászok. Egyébként nekünk azért érdekes, mert ha elfogadjuk Marsdénnek az adatait, akkor kiderül, hogy a Reiszig volt a második kisbolygó felfedező, hogy 1801-ben az első, a Ceres, és a második 1803-ban a Reiszig objektum, és ez volt az első földközelítő kisbolygó. No, a következő viszont már bolygókról szól, de ez egyébként a Navalettai, ahol a Dangó az észlelést végezte, így nézett ki abban az időn, amikor a Dangó lovag felfedezni vélt üstököst, így nézett ki Navaletta, tehát a Málta-szigetnek a fővárosa. Ez valahol itt a városon kívül a világító torony táján volt a csillagvizsgáló, ami aztán tényleg villámcsapás következtében elpusztult. No, a bolygók. Hát itt sehol talán nincs annyi a égitest, mint a Hold és a bolygók, amelyeknek annyi félremagyarázott, félreészlelt, vagy éppen fantáziált megfigyelésnek a célpontja ne lett volna. A legismertebbek, például a Holdon ugye a holdbeli képzelt lényeknek a leírása ez 1830-as években, vagy a Mars csatornák esete, ezekről nem is nagyon beszélnék, mert hiszen ezek ugye elég ismertek. Én a bolygó észlelések között két érdekes esetet, kevésbé ismert érdekes esetet említenék. Az egyik, ezek már majdnem kortársak, de Konkoli tegyének ténylegesen a kortársai,
egy szerbiai vagy montenegrói születésű, és a Lucin Piccolo, amit azt hiszem Mali Losinnak neveznek, Lucin Piccolóba tevékenykedő, egy nagyon fura ember, aki a német tudományos szakirodalomban Leo Brennerként szerepel, de valójában Spirit Jan Goscsevicsnek nevezték, és ő volt önkéntes katona a montenegrói háborúban, újságíró, ez volt az egyik legelterjedtebb foglalkozása, írt regényeket és sőt színdarabokat is, sok mindenféle politizált is, fiatal korában egy zsidó barát folyóiratot adott ki, öreg korában egy antiszemita folyóiratot adott ki, szóval elég hamar változtatta a nézeteit. De szóval egy kicsit olyan, ha nem is szélhámos, de szerencselovak típusú ember volt, akit azonban az 1890-es években magával ragadott a csillagászat, ekkor telepedett le Lucin Piccolóba. Na, a következő képen viszont már látni fogunk Brennerféle rajzokat, ez maga Brenner úr. Itt valami kitüntetés, de lehet, hogy a Városligetbe kapta a céllövöldjébe, ezt nem tudjuk. És a Mars csatorna. Hát, ezek a Mars rajzok egyébként a 17 centis távcsövével 164 Mars csatornát térképezett föl. Sőt, volt egy 7,5 centis távcsövés, és ezzel is 34 Mars csatornát látott. És ez egy kicsit kiütötte azért a szakcsillagászokat, és ettől kezdve kezdték úgy felülbírálgatni a Brennerféle észleléseket, ami a végül arra vezetett, hogy nem is a komoly csillagászati szaklap nem is közölte őket. A következő észlelésen azt is látjuk, hogy nem csak a Marsot telepítette be csatornákkal, hanem ez például az Uranus bolygó. Hát ő ilyen gyönyörű szép vonalakat látott, főleg ez nagyon megható, ez az észlelése. Na most itt tudni kell, hogy a bolygó észleléseknél éppen azért, mert nagyon sok finom részlet van, ami az én távcsövömnek a láthatóságának a határán van. Ezeket a részleteket az én fantáziám is kiegészítheti. Tehát Brennert ne ítéljük meg tudatos csalónak, hanem ő egyszerűen a meglevő, valóban nagyon gyengén látható részleteket a benne élő elképzelés, az előzetes feltevése alapján tudatalatlan is kiegészítette. Ilyen egyébként a csillagászatban, főleg a rajzolós korszakban nem is volt ritkaság. Tehát ezek nem mondhatjuk azt, hogy hamis rajzok, hanem egyszerűen Leo Brenner fantáziájának a kivetítései a ténylegesen meglévő objektumokat úgy egészítette ki. De hát minden esetre a szakcsillagászok kezdték visszautasítani az ő fantasztikus beszámolóit, annál is inkább, mert aztán jöttek az egyre fantasztikusabb észlelések, például először a Vénusz tengelyforgását tízezred másodperc pontosággal meghatározta, de aztán, mikor úgy vélte, ez nem elég szenzáció, a Marsnak és a Merkurnak a tengelyforgását is tízezred másodperc pontosággal meghatározta, egyébként egyik adat sem egyezik a valódi tengelyforgás, mintha meg se közelíti. Hát a Vénusznál 24 óra, valahány perc, valahány tízezred másodperc tengelyforgást kapott. Hát ezeket a cikkeit visszautasították, amitől Gobcsevics úr egy kicsit megkeseredett, és hogy mégis publikációs forrása legyen, vagy helye legyen, ő maga alapított egy folyóiratot, és itt megint az ő dicséretére mondjuk, hogy a világ első csillagászati heti lapját ő alapította meg, a Astronomische Rundschau német nyelven adta ki, 1899-től 1909-ig a Manora asszonynak persze a pénzén, mert neki át saját vagyona nem volt. Tehát ez volt a világ első csillagászati heti lapja, aminek az első részét rendszerint kitöltötte az ő saját
képzelt észrelése. A második részében pedig különböző külföldi szaklapoknak a cikkeit ismeretterjesztő szinten lefordított a németre, és középen Fényi Gyulának a cikkeit is, amik szaklapokban megjelentek, Berendner szépen átvette, ez nem volt egy tilos dolog. Kicsit megmagyarázta, ismeretterjesztő szintjévé tette, tehát ez hasznot is hajtott ez a folyóirat. Nekem volt egy évfolyamon belőle, és ott nagyon sok érdekes adat van, de hát Brenner a sok mellőzéstől már annyira keserűvé vált, hogy kezdett mindenkivel összeveszni. A Konkoli Tege Miklóst letolta, a bécsi csillagvizsgálót hamisítással vádolta, szóval mindenkivel összeveszett, úgyhogy végig kizárta magát a csillagászok közösségéből. És hát gondolom Manora asszonynak is a vagyona elfogyott, mert 1901-ben már felajánlott a megvételre, vagy háromban a csillagvizsgálót, nem kelt el akkor, pedig szép obszervatőrünk volt. Végül 1909-ben beszüntette az észleléseket. Az első világháború éveiben azután teljesen fölhagyott a csillagászattal, megint visszatért a politizálása. Előzőleg nagyon dicsérte a Ferenc Józsefet, hát az első világháború végén nagyon szitta a Ferenc Józsefet. Aztán mondom, hogy kiadott antiszemita folyóiratot, akkor elüldözték érte Amerikából, akkor színdarabokat írt, és valamikor 1928 táján, vagy Berlinbe, vagy máshogy elhunyt. Ez a kalandos életútja volt, és volna ne ítéljük el, mert azért ő neki volt ott pozitív eredményei, és minden esetre annyit elért, hogy ma a Mali Losin nevű szigeten megint működik egy amatőr csillagvizsgáló, amelyik Leo Brenner nevét viseli, és a horvátok nagyon büszkék rá. Egyébként Brenner holdkráter is létezik. Tulajdonképpen ő inkább a támadásaival vált ellenszenvesi a szakemberek előtt. No, egy kicsit áttérve egy másik bolygó észlelőre, nézzük meg Brennernek gyorsan a kortársát, a skóciai Andrew Berkeley-t. Bocs, nem, akkor azt hiszem, hogy jó sorrendben hoztam a képeket, állítottam a képeket. Nem, akkor menjünk még egyet. Lehet, hogy átugrottak akkor, mert kéne lenni egy olyan képnek is, ahol a... Na mindegy, akkor ezekre majd vissza. Jó, jó, akkor átugrottam, vagy a pendrive-on. Nem volt talán rajta. Na mindegy, hát térjünk egy másik ilyen amatőrre, erre az Andrew Berkeley-re, aki Skóciába nagyiparos feltaláló és üzletember volt. Ő egy nagyon szerény rézműves inasként kezdte a pályafutását, és éppen a találmányai révén, meg a jó üzleti érzéke révén már fiatalon egy nagy gépgyártó cégnek lett először egy első fontos embere, azután a társtulajdonosa, és a végén megvette magát az egész céget a tulajdonostól. Főleg ilyen nagy erőgépekkel, mozdonyokkal foglalkozott, rengeteg találmánya volt, de valamikor az 1880-as években föltámadt az érdeklődése a csillagászat iránt, kérte a felvételét a Royal Astronomical Society-ben, ami akkor a világ legtekintélyesebb csillagászati egyesülete volt Angliába, és Lord Rosse, az óriás távcső építő Lord Rosse, az támogatta is, és fel is vették. Valamikor az 1890-es években azután elkezdett távcsőépítéssel is foglalkozni, aminek a tükreit is ő csinálta, meg a mechanikáját is. Ő csinálta, nagyon szép távcsöveket készített, a legnagyobb műszere 37 centis tükrös Gregory rendszerű reflektor volt, ezen kívül készítette két tucat 17 centis reflektort, tehát tükrös távcsövet, szóval eladásra is csinált távcsövet, saját maga egy 37 meg egy 17 centis tükrös távcsővel dolgozott.
ő is a bolygó és a hold észlelésével foglalkozott, és az English Mechanics and World of Science című félig ismeretterjesztő labba 1894-ben cikksorozatot írt, az Égbolt leleplezett csodái című címmel. Hát ez az Égbolt leleplezett csodái, ez egy nagyon fantasztikus dolog volt. Többek között leírta azt, hogy a Marson hatalmas vulkán kitöréseknek a porfelhőjét látta terjengeni, és ezen kívül felfedezte a Marsot körülvevő gyűrűt is, ami halványabb, de akkora, mint a Szaturnusz gyűrű. Aztán ráirányította a távcsövet a Jupiterre, ahol azt mondta, hogy hatalmas, kiemelkedő, ovális alakú hegyek, vulkánok borítják a Jupiter felszínét, amit mély völgyek szakítanak meg. A legizgalmasabb képet azonban a Szaturnuszról készítette. Tudnék, a Szaturnusz olyannak rajzolta le, mint egy almacsutka, a pólusai erősen kidomborodnak, és az egyenlítőn két mély bevágott völgyszerűség van. Tehát egyenlítője az nem kidomborodik, mint ahogy egy jó ellipszis keresztmetszeti bolygóhoz illik, hanem éppen behorpad, sőt egy egész mély árkokat lehet felfedezni. Ez a szögletes Szaturnusz az volt, és ez keltette a legnagyobb feltűnést. Hát egyébként ezért közölte ő ebbe az English Mechanician című labba a cikkeit, mert a komoly angol csillagászati folyóiratok nem közölték le ezeket a fantáziálásokat. Viszont kiküldtek egy szakembert, bizonyos Hilger nevű, akkor elég híres optikus, hogy ellenőrizze, vajon jó-e a leképezése Berkeley távcsövének. Hát kiderült, hogy a tükör minősége az akkori mértékekkel nagyon kielégítőnek mondható, tehát nem optikailag nem rosszabbak más hasonló távcsöveknél, és a többi műszere is mind kiválóan megfelelt a követelményeknek. Úgyhogy fennmarad a kérdés, hogy vajon ezeket a fantasztikus, az ovális hegyeket, meg a terjengő füstfelhőket a Marson, meg az almacsutkaszerű Szaturnuszt, hogy láthatta ezekkel a jó műszerekkel Berkeley? Én szerintem az lehetett a titka, hogy ő valóban látott objektumokat, de gondoljuk csak meg, aki nézegette a Jupitert vagy Jupiter képeket, az láthatta, hogy a Jupiterre gyakran tűnnek fel valóban ilyen nagy ovális felhők. Na, itt a képzelete meglódult, ő látta ezeket az oválokat, és ezeket hegynek képzelte el. Aztán a Jupiternek a sávjai azok valóban kelthetnek olyan érzét valakiben, hogy mély völgyek és hegygerincek, mint ahogy valóban ugye a sötét sávok és a világos övek, azok különböző szintben vannak, de nem olyan szint különbséggel, hogy azt Berkeley láthatta volna. Tehát ő kiindult egy valóban meglevő alaplátványból, és ezt egészítette ki a képzelete ilyen fantasztikus képekké. Minden esetre ma már elfeledkeztünk erről is, de mielőtt azt mondjuk, hogy Berkeley túl fantáziált, nézzük meg az 1800-as éveknek a bolygó észleléseit, és meglepő dolgokat látunk. Nem csak ő látta szögletesnek, meg almacsutkának a Szaturnusz gömbjét, hanem például 1803-ban a nagy Herschel, a nagy távcsöveivel azt írta, hogy a Szaturnusz majdnem négyszögletesnek látja. És még 50 évvel később a US Naval Observatorium 32 centis távcsövével is azt írja az észlelő, hogy nem csak a Szaturnusznak a gömbje behorpadt, hanem a Szaturnusznak az egyenlítője is behorpadt. Tehát nem csak Berkeley, nem csak ez a mondjuk kicsit tanulatlan angol amatőr látott ilyen furcsaságokat, hanem nagy műszerekkel komoly, jószemű észlelők is mellé észleltek. Berkeley is az lehetett, hogy például a Szaturnusz esetében a bolygóra vetett gyűrű árnyék és a bolygó árnyéka a gyűrűn, ez megzavarta őt egy kicsit, és ezeket
képzelt el ilyen árkoknak és mélyedéseknek. Tehát mondjuk megvan egy reális alap, amik a képzelete azután kiegészített. Na, a Holdon láttak a legtöbb, na most azért lehet tényleg a Holdot, a legtöbb érdekes, valótlan jelenséget. Hát itt mondom, elég sok ismert ezek közül, úgyhogy azokat nem nagyon emlegetem meg, például a nagy hold hazugságot 1830-ban. Inkább egy érdekes dolgot, amit egy jó szemű észlelő követett el, ez a bizonyos német csillagász Gruithuisen. Franz Paula von Gruithuisen tulajdonképpen orvosnak indult, aztán átváltott természetrajz tanárnak, és abból meg csillagász lett. A München Egyetemben tanított csillagászatot, főleg a Holddal szeretett foglalkozni ő maga is, és hát látjuk, hogy egy nagyon jó 1821-ben az akkori viszonyokhoz képest egy nagyon jó, nagyon szép holdtérképet adott ki. Tehát valóban ő komoly eredményeket ért el. Egyike volt az első pontos holdtérképeknek. Azután nagyobb távcsővel elkezdte, most jön majd a következő, elkezdte a részleteket vizsgálni, és itt bizony már megszaladt a fantáziája, mert az volt az elképzelése, hogy a Holdon élőlények laknak, és városokat, erődítményeket, utakat és töltéseket építenek. Hát az egyik leghíresebb a holdbeli város. Itt látjuk az utakat, a házsorok közti utakat, itt vannak a kereszt utcák, nagyon szépen látszanak. És nagyon érdekes, hogy ennek a képnek, ezeket a mesterséges alakzatot a holdlakók építményének vélte. Nagyon érdekes, hogy ezeknek a képeknek azért sokan hitelt adtak, mert például olyan jó észlelő, mint a Heinrich Schwabe, a napfolciklus felfedezője, ugye, aki 40 évet töltött a napészleléssel, és nagyon finom részleteket rajzolt, ő is lerajzolt ezt a holdbeli várost. Hát, hogy valójában a holdváros helyén mi van, azt a következő kép mutatja, ez már egy modern fölvétel. Láthatjuk, hogy itt tulajdonképpen nincsen semmi. Ezt Gruithuisen fantáziálta oda. Ha most elképzeljük azt, hogy azért ezeket a területeket világosabb és sötét sávok keresztezhetik a megvilágítástól függően, hogy változik a talaj, holdtalajnak az intenzitása, aminek hát én is elég sokszor voltam a tanulja, ugyanaz a részlet más megvilágítás mellett egész más árnyalattal látszik, akkor valóban csak egy kis fantázia kell ahhoz, hogy azokat kiegészítsük holdbeli erődítményekkel vagy holdbeli városokká. Tehát Gruithuisen egy előfeltevésből, abból a mélységes hitből indult ki, hogy holdon értelmes lények laknak, akik ott építkeznek, és ezt kivetítette megint a valóban észlelt, nyomokban éppen látható holdbeli jelenségekre. Nem volt ő sem csaló, csak egy szent meggyőződés áldozata. Ez annyira szigorú meggyőződése volt, hogy még megérte azt, hogy megjelent, kiadták nyomtatásba honfitársainak, Bérnek és Médlernek a nagyszerű, sokáig egyedülálló holdtérképet, ahol nyoma sincs persze ennek a holdvárosnak. De ő élete végéig, haláláig azt hirdette, hogy igenis ő holdlakók építményeit látta. Egyébként pedig egy kitűnő térképezés rajzoló volt. Tehát az ilyen fantasztikus észleléseknél figyelembe kell ám venni azt, hogy valakinek a meggyőződése vagy párthoz való hozzáállása mit sugal. No, befejezésül talán még egy holdbeli furcsaságról, ami még a 20. századbeli kézikönyvekben is előfordul, a holdbeli sziklaomlás, omlásról. Történt ugyanis, hogy 1901-ben a jénai Zeiss műveknek egy optikus szakembere megkonstruálta a sztereokomparátort. Ezt a műszert nem tudom mennyire lehet látni. Gyakorlatilag ez egy olyan berendezés, hogy két fényképlemezt lehet behelyezni,
ide a tartóba, és akkor egy okuláron keresztül a két lenneszt egyszerre látom. Ezt elsősorban térképészek és a légi fényképeknek a kidolgozói használták, de csillagászok is használták egészen az 1990-es évekig, szóval elektronikus korszakig. Tudnélik, ha az égboltnak ugyanarról a részletéről két különböző időpontban készítek felvételt, beteszem a két tartóba, együtt látom a két képet, ha valami változás történik, az rögtön feltűnik. Ha például egy kis bolygó elmozdult a két felvétel között, ugyan a két lemezre egymáshoz képest, akkor azt látom, hogy elugrál a helyzete. Ha az egyiket kapcsolom, akkor itt van, ha másikat akkor kapcsolom, akkor ott van. Tehát lemezkimérésre használják. Na most erre gondolt a Pulfrich is, és amikor ő ezt a műszert először kidolgozta, akkor küldött egy levelet egy nagyon ismert és híres német csillagásznak, aki holdkutatással is foglalkozott, egy bizonyos Julius Franz nevű holdkutatónak. Megkérdezte tőle, hogy nincs-e neki olyan holdfényképe, ami ugyanolyan holdfázis mellett, ugyanarról a területről, de két különböző időpontban készült. Mert ha volna ilyen fénykép, akkor például a holdbeli változásokat azon meg lehetne látni az ő sztereokomporátorával. És példaként elmondta, hogy azt írta, hogy a sztereokomparátort használják ugye a térképészek meg a geodéták, és az Alpokban például felfedeztek így egy hegyomlást, hogy ugyanazt a szikla Alpokbeli hegyrészeket lefényképezték két különböző időpontban, és ott látszott, hogy időközben egy nagy sziklaomlás történt. Hát egyébként itt látunk is egy ilyen felvételt. Szóval a felvétel páron feltűnne, hogyha időközben mondjuk itt leszakadt volna a hótömeg vagy a sziklatömeg. Ez a júliai Alpokba készült fénykép, ahol a Pulfrich is csinálta a felvételt. Nos, a Franznak, Julius Franznak nem volt ilyen fénykép párja. A levelet azonban szépen eltette. Úgy látszik, hogy nem olvasta el eléggé alaposan. Tudni, hogy pár évvel később a Holdról írt nagy kézikönyvében a következőket olvashatjuk. A jénai dr. Pulfrich azt írta nekem, hogy a sztereokomparátorral egy hegyomlást észlelt a Holdon, két fényképet használva, amelyik egyike a jelenség előtt, a másika utána készült. Hát Franz felületesen olvasta a levelet, és ő annyira holdkutató volt, hogy eszébe se jutott, hogy a Földön is vannak Alpok, hanem ő bizony a Alpok szóra a holdbeli Alpok hegységgel, vagy a képet létszik, holdbeli Alpoknak a vonulatára gondolt, és automatikusan a Franz Pulfrich levelét is úgy értelmezte, hogy a holdbeli Alpokba észlelt sziklaomlást. Ez a félreértés azután gyorsan tisztázódott, igen ám, csak itt látjuk egyébként a holdbeli Alpokat, hát mondjuk itt azért a klasszikus felvételeken még a legjobb sztereokomparátor is nehéz lenne sziklaomlást felfedezni, ez csak a modern űrkutató eszközökkel sikerült. De Franznak a könyve egy nagyon elterjedt munka volt, úgyhogy még a 20. század első felébe kiadott ismeretesztő könyvekbe olvasható az, hogy igen, Julius Franz azt írja, hogy a holdfényképek sziklaomlásra adnak tanúságot. Csak aztán ugye az 1940-50-es években kopott ki ez a mondat, amit mondom, egyszer onnan ered, hogy az elkötelezett holdkutatónak nem is jutott az eszébe, hogy nem csak a Holdban vannak Alpok, hanem a Földön is. És a másik az, hogy nem olvasta el a Pulfrich levelét rendesen. No, hát ennyi fért bele. Remélem nem volt nagyon unalmas és szétszórt. Azért mondtam el ezeket, mert amikor úgy észlelgetünk, akkor azért saját magunkat is fogadjuk. Már úgy, ahogy mondjuk bolygó részletet, vagy spirálgalaxist, aminek több spirálkarját rajzolja le valaki, mint ahány valójában van. Ilyen is van ám.
szóval mondjuk nem árt, hogyha az észlelő csillagász azért saját magát is kritikusan fogadja, mert hiszen nem akarok én csalni, csak úgy szeretnék néha valami extra dolgot látni. Aztán, ha az ember sok évig csinálja, akkor sikerül is. Például ugye Keszthelyi Sándor barátunk, aki a világon harmadiknak fedezte föl a Nova Cygnit. Na szóval lehet találni extra dolgokat, csak ki kell várni az idejét, és kritikusan kell fogadni. Köszönöm a türelmüket. Neked meg köszönöm a képrendőködő szabát.